második élőadásban egy kisebb szavazás keretei között Remus Lupin karaktere elsőprő győzelmet aratott, szóval helyezzétek kényelembe magatokat, és ismerjétek meg a kedvenc vérfarkasunk Holdsáp történetét. Remus John Lupin egy aranyfokozatú Merlin díjas félvérvarázsló volt, aki gyermekkorában megharapott egy vérfarkas, ezért maga is azzá vált. A karakter nem keveset tesz hozzá a Mihály Rink életéhez, így joggal tisztelem most meg egy videóval, hogy ti is megismerjétek érdekes életét. Lupin 1960. március 10-én született valahol Nagy-Britanniában Hope és Lyell Lupin gyermekeként. Az apjáról már beszéltem egy korábbi videóban, a minisztériumban dolgozott, ahol miután a vérfarkas Fenrir Greybacket kiengedték büntettei ellenére, Lyell Lupin hangoztatta, hogy Greyback nem érdemel mást, csak halált. A vérfarkas felbőszült ezen, és bosszúért kiáltva egy éjszaka betört a Lupin családhoz az ablakon keresztül, majd megharapta Lyell fiát, Remus Lupint, aki ekkor még 5 éves sem volt. Annak ellenére, hogy az apja rendkívül hamar elkergette Greybacket fiától, az sajnos megfertőződött és szintén vérfarkas lett belőle. Remust a szülei ezután sok gyógyítóhoz vitték el, de sajnos a betegségre nincs ellenszer. A korság ellenére azonban Albus Dumbledore igazgató megengedte neki, hogy tanuljon a Roxfordban, számos előintézkedést téve. A varázslóiskolában a Gryffindor házba lett beosztva 1971-ben, olyan népszerű HP karakterekkel együtt, mint például Piton, Lily vagy Sirius. Iskolai életéről elsősorban azt kell tudni, hogy havonta egyszer át kellett menni a fúria fűz által őrzött átjárón, ami a szellemszállásra vezetett. Pontosabban most szellemszállás, az én személyes véleményem szerint ezt a nevet ebben az időben kaphatta az épület, mivel a lakók az onnan érkező sikolyokra azt hitték, hogy a ház kísértet járta, pedig csak a Lupin átalakulásával járó hangokat hallották. Remus ekkoriban barátkozott össze az általunk is jól ismert Sirius Blackkel, James Potterrel és Peter Pettigrewval. Lupin megtartotta magának a kis titkát, és a havi eltűnéseket mindenféle komu indokkal magyarázta, mint például, hogy az anyja beteg lett és meg kell látogatnia. A fiúk azonban már a második évben rájöttek, hogy kicsoda Remus valójában, és mivel már ekkor nagyon szoros barátságban voltak, a három fiú eldöntötte, hogy animágusokká válnak. Tehát az 5. évükre már mindannyian megtanulták az állattá változás mesterségét, így James egy szarvassá, Sirius egy kutyává, Pettigrew pedig egy patkánnyá tudott átváltozni. Ezután minden hónap teli holdjánál elmentek a szellemszállásra állatalakban, ami Remus számára azért volt jó, mert bár a teste farkas maradt, az állatok között jobban tudta megtartani az ép elméjét. A jól bevált módszer után már nem csak a szellemszállásra jártak át állatalakban, hanem a Roxforti birtokon is mászkáltak, és még Roxmoorsba is átmentek. A tekergők ekkoriban adták maguknak a beceneveket, így lett Lupinból Holdsáp, Jamesből Ágas, Siriusból Tapancs és Pettigrewből Féregfark. Iskolai éveik alatt a tekergők sok csint hajtottak végre, és annak ellenére, hogy úgy tudjuk, James és Sirius volt a két tréfamester, Lupin és Pettigrew is sokszor részt vettek az egyes poénokban. A négy jó barát feltérképezte az egész kastélyt és annak minden zegzugát, és ezeket az információkat az általunk is jól ismert tekergők térképébe rejtették, ami bár igen jól szuperált, valamikor Argus Fritzhez került az iskola gondnokához. A társasághoz még igen szorosan kapcsolható Perseus Piton, talán az egyetlen diák a tekergőkön kívül, aki tudott Lupin vérfarkas korságáról. Ő úgy derítette ki, hogy Sirius poénból megemlítette neki a fúria fűz megállításának titkát, mert azt hitte, hogy Piton úgyse próbálná ki. De Piton megtette, így meglátta a fa másik bejáratánál lévő vérfarkast. Bár James megmentette Pitont a vérfarkastól, a mordekáros diák mindig is azon volt, hogy kirúgassa ellenségeit. Miután elvégezte a Roxfortot, Lupin beállt a barátaival a Főnix rendjébe, hogy Voldemort és csatlósai ellen harcoljanak. Sajnos a korsága miatt nem tudott munkát szerezni, ezért James támogatta anyagilag.
Egy-két évvel később, a 70-es évek végén lett kimondva a profécia, mely szerint a sötét nagyúrnak el fog jönni a legyőzője. Dumbledore tudta, hogy ez vagy Neville Longbottom, vagy pedig Harry Potter lesz, így a Potter családot biztonságba kellett helyezni. Remus ebben a tervben nem vett részt, habár tudta, hogy a Fidelius bűbája rejtik a családot. James és Lily először Siriust akarta kijelölni titokgazdának, ám Sirius azt mondta, hogy ez túl nyilvánvaló lett volna, így a választás Peter Pettigrewre esett, ám erről a változtatásról se Lupin, se pedig Dumbledore nem tudott. Lupin ekkoriban az ország északi részén tartózkodott egy renddel kapcsolatos ügyben, és ekkor érték el a hírek, miszerint egy csapásra veszítette el négy barátját, James-t, Lilit, Siriust és Peter Pettigrewt. Ugye tudjuk, hogy az utóbbi kettő nem volt halott, viszont Sirius börtönbe került, Pettigrewről pedig mindenki azt hitte, hogy Sirius megölte őt. Lupin sorsa Voldemort első bukása után se fordult jóra, mert még az anyja is meghalt, és nem akarta minden gondját az apja nyakába varni, így hozzá sem költözött. Ehelyett képességeit jóval alulmúló munkákat vállalt el, de csak pár hétre, hiszen miután főnökei megtudták, hogy vérfarkas, azonnal kirúgták. Ekkor jött a farkasölő fűfőzet, ami segített megtartani az embernek a tudatát farkas formában is. Ez a bájétal igen nagy reményforrás volt Lupin számára, csak sajnos a nem túl fényes anyagi helyzete miatt nem tudta megvásárolni az iszonyúan bonyolult és drága összetevőkből álló fűzetet. Ezután látogatta meg Dumbledore Lupint a szerény Yorkshire-i házában, hogy felajánlja neki a sötét varázslatok kivédése tantárgy tanítását. Az ekkora már sok munkahely túlélő Lupin persze nem fogadhatta el csak úgy az állást, de Dumbledore biztosította, hogy az iskola bájitalmesterének, Perseus Pitonnak köszönhetően akármennyi farkasölő fűfőzetet tudnak adni. Így hát 1993. szeptember 1-én addig életéhez passzoló stílusban a Roxford Expressen utazott a diákokkal együtt az iskolába. Ez, mint tudjuk, Harry Potternek igen jól jött, ugyanis a vonatra felszálló dementorok Remus-szel ellentétben nem csokit osztani jöttek, hanem az akkor szökevényként elhíresült Sirius Black-et keresték. Lupin ezzel kiválóan mutatkozott be, és a harmadik részben megbizonyosodtunk arról, hogy ő egy remek tanár, aki igenis jól érti a dolgát, és ami fontosabb, a többi évben tanító SVK tanárokkal ellentétben ő Dumbledore oldalán áll. Na jó, ott volt Lockhart a második évben, de őt egyáltalán számításba kéne vennem? A harmadik év alatt Remus megtanította Harryt a Patronus bibájra, ám a másik oldalát is megismerhettük, amikor elkabozta Harrytól a tekergők térképét, mivel az túl veszélyes volt a fiúra nézve. Év végére Remus rájött, hogy Peter Pettigrew nem halt meg, és Sirius ártatlan, így mikor látta, hogy féregfark menekülni szeretne, akkor Siriusszal együtt a szellemszálláson elkapták. Sajnos féregfark elmenekült, Siriusnak pedig el kellett menekülnie, Lupin pedig átváltozott vérfarkassá, mivel elfelejtette bevenni a farkasolő fűfőzetet, és azon az éjjelen pont teli hold volt. Ezáltal az egész iskola megtudta, hogy az új sötét varázslatok kivédése tanár egy vérfarkas, és a szülők aggódó és vagy felháborodott levelei miatt Dumbledore-nak el kellett küldeni a Lupint a Roxfordból. Nem sokkal később Lupin újra belépett a rendbe, hiszen Voldemort visszatért. Ekkor sok ideig lakott Siriusnál, ám számos alkalommal ment küldetésekre a Főnix rendjének megbízásából, és vegyült el a vérfarkasok között, hogy toborozzon. 1996-ban harcolt a misztériumügyi főosztályi csatában, ahol elvesztette legjobb barátját, Siriust. Egy évvel később a csillagvizsgáló toronynál is harcolt, nagyon feldúlt volt, mikor meghallotta, hogy az a Perseus Piton, akit sokszor zaklattak barátaival, megölte azt az Albus Dumbledort, aki többször segített neki. Remus ekkor házasodott össze a szintén rend tag Nymphadora Tonks-szal, Észak-Skóciában, egy kocsmában. Ezután részt vett a hét Potter csatájában is, majd védte az udút, amikor a halálfaluk megtámadták Billék esküvőjén. Itt kezdődött a bujkálás, mikor a rendtagoknak minden lépésüket bölcsen kellett megtenni, nehogy véletlenül a fejvadászok vagy a halálfaluk kezére kerüljenek. Tonks ebben az időszakban lett terhes, amit a Lupin azért tartott egy kicsit, mert a vérfarkas korság öröklődhet is.
Ekkoriban látogatta meg a triót a Grimmoltéri házban, ahol felajánlotta segítségét a horcruxok keresésében, de Harry elutasította, mondván az újdonsült fia mellett a helye. Remus dühösen elviharzott a Grimmolt térről, ám amikor megszületett az Edward Remus Lupin nevű fia, akkor felkérte Harryt, hogy legyen a keresztapja. A következő fontos pont Remus életében nem más, mint a II. Varázslóháború utolsó csatája, a Roxforti csata. 1998. május 1-én számos rendtag érkezett a Roxfortba, köztük Remus Lupin is. Tonks eredetileg a gyerekével maradt volna, de nem bírta ki, hogy a férjét egyedül hagyja harcolni, így rábízta a kis Teddyt az anyjára, majd ő is elment az iskolába. Mikor megérkezett, úgy tájékoztatták, hogy férjét utoljára Antonin Dolohov ellen küzdve látták. Hogy ebben a pillanatban Remus életben volt-e, azt nem tudjuk, ugyanis Dolohov ölte meg az udvaron, mert Lupin már nem volt olyan harci állapotban a sok stressz miatt. Remus Lupin halálát Filius Flitwick bosszulta meg, aki legyőzte, vagy esetlegesen megölte Dolohovot. Nem sokkal később meghalt Tonks is, akit Bellatrix Lestrange ölt meg. Halála után Harry még találkozott vele a tiltott rengetegben, mikor a feltámadás kövével visszahozta. Remus azt mondta, hogy a fia, Teddy, meg fogja érteni, hogy miért harcolt az apja. Lupin halála után kapta meg a Merlin rendet, és ezzel ő volt az első vérfarkas, aki ilyen szintű megtiszteltetésnek örvendett. A karaktert rendkívül sápatnak ismerjük meg, barna hajjal, először kis bajusszal, majd durvább körszakállal. Arcát karmolások borítják, amiket vagy harc közben szerzett, vagy pedig saját magát sebezte meg vérfarkasként. 187 cm magas volt, farkas alakban pedig még ennél is magasabb. Annak ellenére, hogy kiskora óta vérfarkas korságban szenvedett, képes volt meglátni másokban a jót, emellett intelligens, toleráns, bátor és kedves volt. Igen érzékeny, viszont bámulatosan látott bele mások fejébe, de itt nem az oklumenciára gondolok, csak képletesen kell érteni. Volt humorérzéke is, de nem vett részt az aklatásokban, a tekergők olyan tagja volt, akiben meg lehetett bízni, az átlagnál kicsit komolyabb. Felnőtt varázslóhoz híve remek képességei voltak, jól használta a nonverbális varázslást, jól gyógyított, és átváltoztatástanban is jó volt. 10¼ hüvelykes, unikornis szört tartalmazó ciprus pálcájából farkas patronus robbant ki, ám ezt a patronus alakot nem szerette, mert mindig a korságára emlékeztette, valamint félt, hogy mások rájönnek, hogy vérfarkas. Mumus alakja, a Telihold, ez is a vérfarkas ennyének gyűlöletére világít rá. Nos, ennyi információt hoztam nektek Lupinról, remélem tetszett. Sajnálom, hogy ennek a videónak az elkészítése ennyi ideig elhúzódott, de cserébe nem 3 perces lett. Még annyit gyorsan megemlítek, hogy bár mondtam, hogy lesz kérdezfelelek, ez sajnos most el fog maradni, remélem nem lesz senkinek álmatlan éjszakája emiatt. Ha szeretnétek kifejteni a véleményeteket a videóval kapcsolatban, akkor írjatok egy kommentet, vagy nyomjátok meg a like-ot, dislike-ot. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban.